to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Running wild.
hatalmas csók fog itt el szólni, kérem szépen gyertek, álljatok ide, legyetek szívesek. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégszerzettel köszöntünk mindenkit ezen a szép napon. Mindenki azt mondta, hogy esni fog az eső, de volt, aki még ezt is elrendezte, hogy ne legyen eső. Tisztelettel köszöntünk mindenkit, Alexandra és Attila esküvén, amikor örök hűséget, de nem örök vakságot fogadnak egymásnak. Amikor ilyen szép a mennyasszony, általában a vőlegény olasz szokott lenni, és sokkal idősebb, de ez most áll Istennek attra, te nagyon szerencsés vagy, és rámárult a feladat, hogy őket búcsúztassam. Előre megbeszéltük, hogy ne legyen hosszas, és senki nem fog sírni. Majd a végén puszilózunk, jó? Majd a kollégát, mikor zenélnek, az a zene oldja a feszültséget. Elsősorban Attila és Alexandra megköszönni a szüleinek, édesanyjának, édesapjának a sok álmatlan éjszakát, a sok törődést, 3 éves korig, aztán a tanulás, aztán a matek, a számtan, de ez ugyanúgy megvolt 18 éves korotok után is. Mikor megkérdezte édesanyjátok, mikor jön haza, hol van, mit csinál, kivel jön haza, menj utána. Higgyétek el, a sokszülői gondoskodás soha meg nem szűnik. Ezt mondták nekem is, meglátod, mikor gyermeked lesz, nem megláttam, tényleg így van. Mikor 65 évesek lesztek, úgyis a ti szüleitek gyerekei lesztek, akik mindig aggódva és a legnagyobb szeretettel fordulnak felétek. Kedves testvérek, néha kitörtünk egy-két ablakot, azt is mondtuk egymásra, hogy irigyek voltunk rád, mert neked már szabad, nekem még nem, de a testvér az mindig egy test és egy vér marad. Kedves nagyszülők, a nagymama! Tessék ide jönni! Kötényében riugatta, hogy senki ne lássa, édességet adott nekik, igaz? Tésztát sütött, nyugdíjkor kicsi zsebpénzt adok nekik, a kedvenc sütőjüket megsütötte, és olyan dolgokat mondtak el önnek, amiket talán másnak senkinek nem. Köszönjük, hogy itt van velünk, Isten értesse sokáig. Köszönöm. Attila, egy tapsot. Egy idézetet szeretnék elmondani, azt mondja, hogy a házasságnak receptje nincs, az élet túl kevés ahhoz, hogy az ember civakodással és veszekedéssel töltse. De talán mégis van egy titok. Ezt valaki meg is adta erre a választ. Néha megkérdezik, mi a hosszú házasság titka? Mi minden héten kétszer szakítunk arra időt, hogy elmenjünk étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsikaszó és tánc. A feleségem kedden megy, én pénteken. Mehet a zene, meg lehet puszilni a szülőket, nagyszülőket. Egy hatalmas napot kérünk szépen a Köszönöm szépen!
Împărtășesc câteva gânduri din experiența mea de căsătorit. Anul trecut, în septembrie, am făcut, adică anul ăsta, în septembrie, am făcut 15 ani de căsătorit cu soția. Mulțumim. Și ceea ce am constatat eu, că pentru o căsnicie de durată trebuie multă înțelegere, pentru că vin două persoane tinere din două medii diferite și ca să fac un singur trup și un singur suflet, trebuie multă înțelegere, multă răbdare și multă iubire. Pentru că în ziua de azi căsătoria este destul de mult atacată și se vorbește despre căsătorie ca fiind doar un act, o hârtie. Este mult mai mult decât atât. Este un jurământ, este pe veșnicie. Ceea ce cuvântează Dumnezeu rămâne pe veșnicie. Istet veldigek, istet fiatal pár szülők názadjuk. A házassági tapasztalatomból szeretnék megosztani pár gondolatot önökkel. 15 éves házassági évfordulónk volt egy elmúlt hónapban, és a 15 év távlatából azt szeretném mondani, hogy ahhoz, hogy legyen egy sikeres házasság, nagyon sok megértés kell, kommunikáció, türelem és szeretet. A legfontosabb az, hogy ketten legyenek egy testé, ehhez idő kell, megismerni egymást, mert a két fiatal pár két különböző körből jön, és ahhoz, hogy legyenek egy testvér, lélekké, idő kell és türelem. Ezen nem megkezdeném a hivatalos. Stimați tineri, căsătoria este un eveniment deosebit în însemnătate, în viața fiecărui cetățean al țării noastre libere, fapt pentru care se acordă importanța cuvenită acestui moment solemn. Bazată pe legi așezate de Dumnezeu dintr-un început, căsătoria este taina iubirii și a speranței avântate, a bucuriei ce se răsfrânge peste toți și peste toate,
Este sărbătoarea ce înseminează fețele, evidențind frumusețile vieții și bucuria de a trăi. Am convingerea că atunci când v-ați hotărât să faceți acest pas în fața noastră, l-ați făcut după o matură chipzuință, l-ați făcut din dragoste, curată dragoste care va trebui să vă călăuzească întreaga viață de familie, pentru că numai în acest mod ceea ce veți realiza va fi durabil și trainic. În același timp, viața dumneavoastră de familie nu este întotdeauna netedă, lipsită de anumite greutăți. Aceste inerente probleme ale vieții vor fi mai ușor de trecut dacă dumneavoastră, ca soț și soție, veți fi părtași la necazurile, cât și la bucuriile vieții de familie. Acum dați-mi voie să vă întreb. Cetățene, noi Atila, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Șușco Alexandra? Da. Cetățeana Șușco Alexandra. De bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Noi Atila? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut faptul că în codul civil se menționează următoarele. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Soții își datorează respect reciproc, fidelitate și sprijin moral. Toate acestea fiind spuse, în urma consimțământului dumneavoastră, liber exprimat, vă declar căsătoriți. Azért kaptuk a mai napra a meghívást tőle, mert a házaspár úgy érezte, eljött az ideje annak, hogy hivatalosan is kinyilvánítsák összetartozásukat. Kedves házaspár! A törvény által előírt házasságkötési feltételeknek eleget tettek, kérésükkel szemben ellenvetések nem merültek fel. Felteszem tehát önöknek a kérdést, melyre kérem a határozott válaszsal feleljenek. Kijelenti-e ön, Nagy Attila, hogy saját akaratából házasságot köt az itt jelenlevő Susko Alexandreval? Igen. Kijelenti ön Suskos Alexandre, hogy saját akaratából házasságot köt az itt jelenlevő Nagy Attilával? Kijelentésük alapján megállapítom, hogy a házasságkötés eleget tett a törvényes feltételeknek, a továbbiakban ismertetem önökkel a polgárjogi törvénykönyvének fontosabb rendelkezései a házassággal kapcsolatban. A család a házastársak szabad akaratán alapszik, a házastársak családi kapcsolatában és a gyerekekkel szemben a férjnek és feleségnek egyenlőjogai és kötelességei vannak. A szülői jogok kizárólag a gyerekek érdekének megfelelően gyakorolhatóak, a családi kapcsolat a családtagok kölcsönös barátságán épül, akik kötelesek egymást erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni. A házastársak közösen határoznak mindenben, ami a házassággal kapcsolatos. Ezek után, valamint a szabadon kijelentett beleegyezésük alapján, önöket házastársaknak nyilvánítom. A házassági anyakönyv aláírásának elsőként a kedves feleséget kérem, írja alá. Thank you.
A pártjától nem egyéb jelzem, mert a Rémo teszem a pártnak. A másik szülők is kell lehívni? Nem, csak nem. Csak a hivatal a nevét rendkívánok sok sikert és boldogságot. Nem. Naši rulasi. Ja kupila. No, a ja kupila je na. Veliči
mi segítségünk időjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Énekeljük el, testvéreim, a 270-es énekünket, annak az első szakaszát, a 270-es H jelzésű énekünknek első versét énekeljük. Részének a 105. versében. Hogy miképpen szól hozzátok Isten igéje a 119. Zsoltár 105. verse által, felolvasom, figyelemmel, alázattal hallgatjátok. Igéd mécses a lábam előtt, és ösvényem világossága. Igéd mécses a lábam előtt, és ösvényem világossága. Eddig tart a felolvasott alapige, a gyülekezet foglalja el helyét. A házasság egy férfi és egy nő közös élet útja. Erről beszélgettünk, kedves Attila és Alexandra, ezen a héten, amikor próbáltunk egy kicsit együtt készülni erre az alkalomra. A közös életút, amely előttetek áll, és hangzott az igéből az, hogy a szeretet soha el nem fogy, és amikor feltettem a kérdést, hogy hogyan értitek azt, hogy a szeretet soha el nem fogy, úgy általánosan, minden házasságra, vagy pedig a tiétekre, és akkor egyértelmű volt a válasz Attila részéről, hogy hát a miénkre. Így gondoljátok, hogy a tiétekre ez érvényes, hogy a szeretet soha el nem fogy.
S miből áll ez, hogy a szeretet nem fogy el soha? Az első korintusi levél 13. részében olvassuk. Abból áll, kedves testvéreim, hogy a házassági esküben levő dolgokat, azokat nagyon komolyan vesszük, önmagunkra nézve érvényesnek tartjuk. És most itt különösképpen ugye rátok való tekintettel azt mondom, hogy tartsátok mindig érvényesnek magatokra nézve azt, hogy vele megelégszem, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében hitetlenül ellen vagyom. Hogyha ez célként áll minden nap előttetek, akkor minden további nélkül nagy a valószínűsége annak, hogy amit elhatároztatok, és amire azt mondtátok, hogy a ti házasságotokra érvényes, az meg is fog valósulni. A 119. Zsoltárnak az 5. verse arról beszél nekünk, hogy amikor a közös életúton jár két ember, természetesen nem feltétlenül a házasságra való tekintettel írta a Zsoltár író ezt a rövidke igeverse, hanem úgy általában, de a házasságra nézve mi azt tudjuk mondani, hogy a közös életút az annyira fontos, hogy készülni kell rá. Minden fontos életeseményünkre szoktunk készülni. Minden utazásra szoktunk készülni. Mekkora felelőtlenség lenne az, hogyha éppen a közös életútra ne készülne az ember. Tehát akkor a lábam előtt, és itt most újra azt mondom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, egy kicsit gondoljunk a házasságunkra, természetesen azok, akik házasságban élnek, hogy hogy is állunk ezzel, hogy mi van a lábunk előtt. Azért nagyon fontos, mert hogyha odafigyelünk, hogy mi van a lábunk előtt, akkor, testvéreim, el tudjuk kerülni azokat a dolgokat, amelyek megakadályoznak. És itt most Attila és Alexandra a saját élet útjára, közös élet útjára úgy kell tekintsen, hogy a legfontosabb mindig a közvetlen lépés. Lábam előtt, mondja a Zsoltár író, mécses a te igéd. Tehát nagyon fontos az, hogy mi van ott nagyon közel, amit lépésnek tudunk tekinteni. Megtenni a következő lépést úgy, hogy odafigyelünk arra, hogy mi van a lábunk előtt. Hogy mi lesz, azt nem tudjuk, beszélgettünk az elmúlt héten erről, illetve ezen a héten, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. De az a jó, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki ismeri a holnapunkat, ismeri a jövendőnket, ismeri a következő évtizedeket is, hogyha megajándékoz azzal. Tehát ő ismeri az apró kicsi lépéseinket, de ismeri az élet szakaszokat, amelyek lehetnek rövidebbek vagy hosszabbak. Nem mindig tudjuk, hogy mit hoz a következő pillanat, mit tervezünk, de nem tudjuk, hogy mit hoz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a lábunk előtt közvetlen szakasz legyen bevilágítva. Mert akkor, amikor az ember világosságban jár, másképp teszi meg a lépéseket. Akkor, amikor sötétségben jár, akkor igazából csak tapogatózik. Akkor másképp teszi meg félelemmel, aggodalommal, ki tudja, hogy hogyan teszi meg a lépéseket.
De milyen nagy dolog az, hogy a mindenható Isten, most mondjam így, kedves Attila és Alexandra, az ajándékozók között az első akar lenni. Mert sok mindent fogtuk ajándékba kapni a mai nap folyamán. De Isten áll az első helyen. És azzal szeretne megajándékozni titeket, hogy a világosságot adja a lábatok elé. Hogy úgy tegyétek meg a lépéseket, hogy Isten világossága, Isten fénye beragyogja azokat a lépéseket, amelyeket nektek meg kell tenni. Lábam előtt mécses a te igéd. A közös életúton sok ismeretlen van. És úgy gondoljátok, úgy reméljük, hogy rengeteg szépet és jót fogtok ti kapni ezen a közös életúton. De lesz ismeretlen szakasz, ugyanakkor lesz olyan is, hogy nehezebb időszak, és erről úgy beszélgettünk, hogy göröngyös is néha az út. Nem mindig sima. Göröngyös, de a göröngyök és az akadályok nem azért vannak ott, hogy meghátráljunk, hanem azért vannak ott, hogy legyőzzük őket. És azok, akiknek a lábuk előtt mécses az Isten igéje, azok le tudják győzni az akadályokat. Nem tudjátok, hogy mit hoz a jövő, de Isten tudja. Ezért adja az ő igéjét mécsesként, lámpásként. És most arra kérek mindenkit, testvéreim, hogy próbáljatok meg különbséget tenni a mécses, a lámpás és a nagy fény között. Nem azt mondja a Szentírás, hogy az Isten igéje az valami olyan világosság, hogy bevilágítja az életünket elegészen a halálunk pillanatáig. Hanem azt mondja, hogy mécses. És a mécses, aki ismeri, hogy milyen volt a mécses, az mindig egy lépést körülbelül világított meg az ember előtt. És hogyha megtette azt a lépést, akkor bevilágította a következő lépést. Hát a közös életúton ilyen az Isten igéje. És ezért nagyon fontos az, hogy a mindenható Istennek a szent igéje az valóság legyen az életetekben. Én minden házasságra készülő párnak, minden fiúnak és lánynak, aki ott áll, hogy elhatározza, hogy szent szövetséget köt. Mindenkinek elmondom, vagy egy egyes beszélgetés során, vagy éppen az esketési Isten tiszteleten, hogy az Isten igéje az meghatározza két embernek az életét. Az Isten igéje, ugye, hogy fogalmazott valaki, nem torta, kedves testvéreim, hogy ünnepi alkalmakkor elővesszük. Ugye, elővesszük a Bibliát házasságkötéskor, elővesszük a Bibliát konfirmációkor, katolikus testvérek, amikor bérmálnak, és így tovább, ugye, mondhatnám húsvétkor, karácsonykor, pünköskor, tehát a Bibliát ilyenkor természetes, hogy elővesszük. De ez olyan, mintha a Bibliát tortának használnám. Mikor eszünk tortát? Amikor van valami különös alkalom, amikor valami ünnep van, igaz? Na de a Biblia arról tesz bizonyságot, Isten szava arra irányítja a figyelmünket, hogy a Szent Ige az nem torta, hanem a Szent Ige micsoda? Kenyér. Mindennapi kenyér. Nem úgy mondjuk a mi atyánkban, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Tehát a Biblia, testvéreim, mindennapi kenyér. Én a legjobbat szeretném nektek mondani, és a legjobbat szeretném, hogyha megvalósulna a közös életúton, de annak van egy feltétele, hogy a Szentírás legyen mindennapi kenyeretek. És ezt abban is szeretném segíteni, hogy az a Biblia, ami a kezemben van,
és amiből felolvastam ezt a szép Zsoltár részletet, azt a Bibliát, vagy ezt a Bibliát ajándékba kapjátok. És ne felejtsétek el, hogy minden nap kenyérként lehet használni. A mindennapi kenyér szükséges naponta. Isten igéje tehát kenyér, Isten igéje világító eszköz ebben a sötét világban. Mert látjátok, testvéreim, annak ellenére, hogy olyan különös vívmányok állnak az ember háta mögött, az emberiség háta mögött, mégis egy sötét világban élünk. És itt nem a természeti sötétségre gondolok, hanem itt arra gondolok, hogy van lelki sötétség. Az emberek eltávolodnak Istentől. Utána pedig azt mondják, hogy ja Istenem, miért van a baj? Miért van a baj? És miért Isten a hibás, hogyha van a baj? Mikor maga az ember elfordul tőle. Amikor maga az ember azt mondja, hogy nekem csak akkor kell az Isten, amikor nagy bajban vagyok, és segítsen meg engem. De Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy olyan viszony legyen közötte és közöttünk, mint a szülő és a gyermek között, és így természetesen, hogy a jó szülő-gyermek kapcsolatra gondolok, mert sajnos van rossz is. Tehát akkor világító eszköz az Isten igéje ebben a sötét világban. Az ember iránti szeretetét pontosan abban mutatta meg, hogy amikor ez a világ felajánlja a gyűlöletnek a sötétségét, csak egy példát mondok, hogy Isten adja a szeretetnek a világosságát, és jön ez a világ, és adja a gyűlöletnek a sötétségét. És nekünk választani kell, hogy melyik úton járunk. Az Isten által nyújtott és a szeretetben megvalósuló csodálatos világosság útján, vagy pedig ennek az istentelen világnak a gyűlöletben gazdag sötétség útján. Így áll előttünk az útmutatás, s hogy elmondjam, ezek mind nem emberi kitalációk, ezek ott vannak a Szentírásban, és ezért kell nekünk olvasni azt, az isteni szeretet, testvéreim, miben valósult meg? Abban, hogy áldozatot hozott érettünk, és a legnagyobb áldozatot hozta érettünk. Amikor Jézus Krisztus ott hagyta a mennynek a dicsőségét, és eljött a betlehemi istállóba. És aztán végigélte azt a 33 évet, meghalt érettünk, és ezzel megváltotta mindazokat, akik elhiszik, hogy az ő áldozata árán bűnei bocsánata megvan valósítva. Kedves testvéreim, a szeretet mögött mindig áldozat van. Erről is beszélgettünk, hogy a szeretet az nem szép szó. Még akkor is, hogyha az. De akkor sem az, hogyha megnézzük a valóságot, ami mögötte van. Mert az emberi szavak mögött sokszor meghúzódnak olyan dolgok, amelyek tulajdonképpen megkeserítik az ember életét. Mondani, hogy szeretek valakit, de közben nem hozok áldozatot érette, az nem ér semmit. Az a szeretet nem fogy el soha, amely képes a másikért áldozatot hozni. Az Isten szeretete nem fogy el soha. És ebből a szeretetből kell nektek táplálkozni. Ebből a bizonyos isteni szeretetből, ami nem fogy el soha, mert a miénk, az emberi, az nagyon hamar el tud fogyni. Kifogyunk belőle. Nézzétek meg, testvéreim, hogy hány emberi kapcsolat egy bizonyos szakaszban szeretetben történik, utána pedig eljutnak oda, hogy elkezdik gyűlölni egymást. Mert ilyen az emberi szeretet elfogy. Az Isten szeretete nem fogy el. Azért, mert áldozat van mögötte. És hogy kell szeresse a férfi a feleségét?
Pál apostol így mondja, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Pontosabban, hogy legyen képes akár az életét is odaadni érette. A szeretet mögött tehát áldozat van. Ezt az áldozattal tele szeretetet adja nektek is a közös életúton. De csak akkor látjátok és cselekszitek, ha az ő igéje mécses a lábatok előtt. Kedves testvéreim, nagyon fontos észrevenni, hogy ez az ige még arról is beszél, hogy ösvény. Miért beszél az ösvényről? Azért, mert néha az útak ösvénnyé szűkülne. Ugye, jártatok ti is már olyan útszakaszokon, hogy egyre keskenyebb lett az út, aztán bizonyos helyeken már csak ösvény maradt. Miért vannak ezek az ösvények? Hát azért vannak ezek az ösvények, mert a széles úton, vagy mondjuk így, hogy az úton lehet egy kicsit távolabb is menni egymástól. Ugyanazon az úton megyünk végig, de nem feltétlenül nagyon közel egymáshoz. Az ösvényen közel kell állni. Az ösvény valahogy azt mutatja nekünk, hogy kerüljetek még közelebb egymáshoz. Ha el is telnek az évek, az évtizedek, ez az ösvény, ez jelentse nektek azt, hogy igazából közel kell lenni egymáshoz. És nem csak testileg, hanem közel kell lenni egymáshoz, lelkileg. A hangsúly azon van, hogy az úton, az ösvényen Isten igéje legyen a világosság. Milyen legyen ez az út? Mi mindannyian azt mondjuk, hogy legyen ez az út boldog. Legyen ez az út olyan, hogy tapasztaljatok meg nagyon sok örömet. És ezt kívánni tudjuk. Megadni nem tudjuk, csak kívánni tudjuk. Isten meg tudja adni, de ugyanakkor Isten adja az ösvényeket is, azért, hogy közel járjatok egymáshoz. S meddig tart ez az út? Hát úgy, ahogy mondani fogjátok a házassági estüben, az a reménységünk és a ti elhatározásotok is, hogy holtom illan, holtá illan. Így segítsen benneteket a mindenható Isten. Amen. Most pedig, miután azzal a szent elhatározással jöttetek ide, hogy házastársi kötelességeitek teljesítésére esküvel is elkötelezitek magatokat, fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utána az esküt, a gyülekezet pedig álljon föl. Mondjad előbb te, keresztény férfiú, én Nagy Attila, Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a nőt, akinek most Isten színe előtt, kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt. Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele tűrök. Vele szenvedek. Vele szentül élek. És őt sem egészségében, sem betegségében. Sem boldog, sem boldogtalan állapotában. Holtomiglan vagy holtáiglan. Hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hűséges gondviselője leszek.
Hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Mondjad te is, keresztény nő. Én. Én, Suska Alexandra. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Teljes Szent Háromság. Egy örök igaz Isten. Egy örök igaz Isten. Hogy ezt a férfiút. Hogy ezt a férfiút. Akinek most Isten színe előtt. Akinek most Isten színe előtt. Kezén vagyok. Kezén vagyok. Szeretem. Szeretem. Szeretetből megyek hozzá. Szeretetből megyek hozzá. Isten törvénye szerint feleségül. Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele tűrök. Vele szenvedek. Vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében. És őt sem egészségében, sem betegségében. Sem boldog, sem boldogtalan állapotában. Sem boldog, sem boldogtalan állapotában. Holtomiglan vagy holtáiglan. Holtomiglan vagy holtáiglan. Hitetlenül el nem hagyom. Hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hanem teljes életemben. Hűséges segítőtársa leszek. Hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Hallotta Isten, hallottuk mi is esküvéseteket. E szent esküvésetek alapján református keresztény anyaszentegyházunk nevében megkötöttnek nyilvánítom házassági szövetségeteket. Kérünk és intünk titeket, tartsátok meg ezt az estüt, hogy Isten áldása veletek maradjon, és hogy Isten félő fedhetetlen és követésre méltó házassági és családi életetek által az ő szent nevére dicsőség, tire látok áldás térjen. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, hálatelt szívvel állunk a Te színed előtt, és megköszönjük Neked, hogy a Te örök végzésed szerint a mai napot elrendelted, és köszönjük, hogy két külön családból jövő fiatal, két külön országból jövő fiatal egymásra talált. És megköszönjük neked, Urunk, hogy te ott voltál külön-külön mindkét családban, és elvezetted őket elegészen addig a pillanatig, amíg megismerték egymást. És mi több ennél elvezetted őket elegészen addig a pillanatig, amíg eldöntötték, hogy ezt a földi életutat nem külön-külön fogják járni, hanem a közös életünkre lépnek. Házasságban fognak együtt végigmenni, mindaddig, amíg te napjaikhoz napokat toldasz. Megköszönjük neked, Istenünk, a sok-sok áldást, amivel körülvetted őket. És megköszönjük azt is, amit mi előre nem látunk, de tudjuk, hogy nálad el van készítve, hogy a közös életúton is ott vannak a te áldásaid, a te ajándékaid. Istenünk, rád tekintünk, és úgy állunk a te színed előtt, hogy mindannyian tudjuk, ez a földi életút hoz majd göröngyös szakaszt is. Lesznek talán megpróbáltatások. Lesz olyan is, amikor azt fogják mondani mindketten, hogy ezt nem szeretem. De hisszük azt, Urunk, hogy ha rád tekintenek, hogyha a te igéd lábuk előtt mécses, akkor te ezeket a szakaszokat is áldássá teszed az ő életükben. Áldott legyen a te szent neved, hogy te mindent a kezedben tartasz.
Köszönjük, hogy a jövendőre úgy tekinthetünk, hogy az a mi részünkre ismeretlen, az Attila részére is, az Alexandra részére is, de nem ismeretlen a te számodra. Istenünk, jó atyánk, te, aki ismered az ismeretlent, legyél jelen lépésről lépésre az ő életükben. Szenteld meg őket, áld meg őket, és tanítsad őket úgy számolni napjaikat, hogy bölcs szívhez jussanak. Kérünk, hogy áld meg a családokat külön-külön, áld meg, Urunk Istenünk, az édesapákat és az édesanyákat, hadd legyen valóban öröm az ő számukra, hogy gyermekeik itt a te színed előtt elmondták azt, hogy egymást szeretik. És ebben a szeretetben szeretnék, hogyha tovább menne az ő életük. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te, aki ezt az egész világot a kezedben tartod és igazgatod, igazgatod a mi életünket is, kezedben tartod a mi életünket is, kezedben tartod ifjú testvéreinknek az életét. Hallgass meg a mi könyörgésünket, és maradj velünk úgy, ahogy megígérted, minden napon a világ végezetéig. Amen. Maradjunk csendben, és mindannyian vigyük Isten színe elé személyes imáinkat. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mondjuk el együtt hangosan a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el, testvéreim, a 270-es énekünknek a második versét áldás előtt. 270-es énekünk második szakaszát énekeljük.
mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.